Kijönni a természetbe, együtt lenni az embernek a barátaival egy nagyon jó közösség formáló erő. Azt látom, hogy sajnos a családoknál sem divat az, mint mondjuk, ami még egy pár évvel ezelőtt divat volt, hogy tényleg kijönni a gyerekekkel a természetbe, mindenki rohan. Pedig hát szerintem egy nagyon pozitív minta az, hogyha a gyerekeket tényleg kihozzuk ide a természetbe, megmutatjuk nekik itt tényleg a környék szépségeit, arra tanítjuk őket, hogy mondjuk ne szemeteljenek, ne rongáljanak. Talán ez nem is viszi el annyira őket a rossz irányba, ahova nem kéne. Itt kint, tehát mégiscsak nem olyan, mint elmenni egy diszkóba, ott kábítószereznek, meg mi egymás. Itt kint az ember jól érezheti magát, és közös élményeket szerezhet. Hát sajnos én általános problémának tartom az embereknél. Egyrészt talán a lustaság, másrészt pedig az, hogy azt gondolják, hogy kimenni az erdőbe az egy olyan nagyon nagy dolog. Pedig szerintem nem, mert most, ahol vagyunk, ez autóval 5 perc, meg még az autótól körülbelül 10 perc séta. Tehát szerintem nem egy leküzdhetetlen táv. Csak sajnos eljutott oda a társadalom a sok telefonnak, meg mi egymásnak köszönhetően, hogy nincs igényük. Az emberek eltávolodtak egymástól. A környezetünk megismeréséhez, a természetjáráshoz igazából sok pénzre nincsen szükség, csak akaraterő kell, hogy fogjuk magunkat és menjünk. Menjünk ki a természetbe, menjünk ki a környékbeli erdőkbe, vízpartokra, szóval ehhez nem kell sok pénz, nem kell sok felszerelése, igazából időjáráshoz függően kell fölöltözni, kis időt kell rá szánni, és ez egy szuper jó program, akár egy család számára is. Innen a Délbékésből 3-4 óra autóútra viszonylag magas hegyekbe érkezhetünk. A déli Kárpátok a szívünk csücske, oda szoktunk legtöbbet járni. Mi elég mostoha körülmények között szoktuk megtervezni és megszervezni a túráinkat. Próbálunk minél olcsóbban, minél kisebb pénzből összehozni egy ilyen utazást. Most érkeztünk a Piros Sáv turista útvonalon. Természeti értékeink mellett kulturális értékeink megőrzése is fontos. Mint a mögöttem látható Gluzek Gyula elevátor magtár, ami 1888-ban épült. Gluzek Gyula 27 évesen került Mezőegyesre, és ő vette át az itteni állami ménesbirtok vezetését. Európai szintű, legkorszerűbb, akkori korban legkorszerűbbnek számító mintagazdaságot épített. Egy olyasfajta kikapcsolódást jelent én számomra, és úgy jöttem rá, hogy a barátaim számára is, hogy amit más nem ad, annyira ki tud kapcsolni az ember, és sokszor ugye mi dolgozunk folyamatosan igazából, és elmegyünk egy túrára, akkor aktívan tudunk pihenni. Sok ember elmegy a tengerpartra, vagy akárhova, elmegy horgászni, mi nekünk ez egy aktív pihenés,
de ez a legmagasabb fokú pihenés, mert a természetben mindig visszavágyunk, és ott meg tudunk nyugodni, és tudunk relaxálni akár.